42 medencés fürdő üzemel a megyében, több mint 50 százalékuk folyamatosan. Ahhoz, hogy a fürdőzők egészében biztonságban látogathassák ezeket az egységeket, szükség van a vízminőségük rendszeres ellenőrzésére. A megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya évente legalább egyszer mintát vesz valamennyi medencéből, Idén nyáron eddig közel 20 fürdő ellenőrzése és mintegy 90 medence vizsgálata történt meg akreditált laboratóriumok bevonásával. Mérik a baktérium számot, ami ha extrém magas, azonnal le kell engedni a vizet még akkor is, ha nem volt megbetegedés, ilyenre idén még nem került sor. A víz tisztasága mellett a fertőtlenítőszerek mennyiségére is odafigyelnek. Ez klór alapú és ebből se szabad, ennek is megvan a meghatározott koncentráció mennyisége, mert hogyha több kerül a vízbe, és ezt is mérjük, akkor leengedtetjük a vizet, és újra töltetjük. Hiszen, hiszen ez is kötőhártyagyulladást, vagy bőrbetegségeket okozhat. A medencés fürdőknél általában a, a klór tartalmat nézzük, illetve azokat a baktériumokat, amelyek a fürdőzők testéről belekerülhetnek, és nagy melegben természetesen felszaporodhatnak. Sokan a és fürdők helyett inkább a természetes strandokat választják, ilyenből tíz üzemel folyóinál és tavainál a nyári szezonban. Az üzemeltetők által kezdeményezett önkontrollvizsgálatok mellett a népegészségügyi főosztály ezeknek a vizeknek a minőségét is rendszeresen ellenőrzi, már a szezon kezdete előtt mintát vesz majd az idény alatt még háromszor. A baktériumok mellett a szakemberek több más tényezőre koncentrálnak. Biztos mindenki ismeri a a cianobaktériumnak az a kék nevét, ami azt jelenti, hogy a víz zavarossá válik, bezöldül, bekékül, habossá válik. Már külső szemlélőként is látszik, hogy ez fürdőzésre alkalmatlan, de azért figyelünk oda, mert ez betegségeket okozhat. Hányást, hasmenést, amennyiben lenyelése kerül, bőrirritációt kötőhártya gyulladásokat, tehát nagyon odafigyelünk erre, és hogyha szükségeltetik, akkor az üzemeltetővel együttműködve még akár plusz mintázásokat is végrehajtunk. Átmeneti fürdési tidalom elrendelésére idén öt fürdő esetében került sor a tisztán lezalló áradás követő, kifogásolt fürdővíz vizsgálati eredmények miatt. A korlátozás azóta már mindenhol megszűnt. A megyei tiszti főorvos 35 perc című műsorunkban beszámolt arról is, hogy ebben az évben szeptember közepéig is kitolódhat a szezon, a sóstói túlfürdő pedig akár az ősz első hónapjának végéig fogadhatja a vendégeket.